Óriási volt az érdeklődés az elektromobilitási programban. Az 5 milliárd forintos pályázati keret másfél nap alatt elfogyott. Több mint 1700-an kértek támogatást elektromos autók vagy motorok vásárlásához. A kormány által nyújtott támogatás fejenként akár 2,5 millió forintot is jelenthet. A nyerteseket július közepéig értesítik, a frissen átvett járművekhez pedig egy környezetvédelmet hirdető matrica is jár. Az autóban 100 kW teljesítményű villanymotor van. Ezzel a járművel több mint 300 km is megtehető, bizonyos állomásokon pedig akár 60 perc alatt is feltölthető. Az autószalonokban az elektromobilitási program lezárultával most várják az igazi rohamot. Az ügyfelek jelenleg kivárnak, várják, hogy a pályázatukat pozitívan elbírálják. Amint megvan, arra számítunk, hogy fel fognak bennünket keresni, és a lehető legrövidebb belül szeretnék beváltani a pályázaton elnyert összeget. Mi felkészültünk, hogy legyen raktárkészleten autó, ezek olyan autók, amik megfelelnek a pályázat kiírási feltételeinek. A pályázati támogatással megvásárolt autókon és motorokon egy ilyen klímabarát Magyarország felirat lesz majd. Az 5 milliárd forintos keretösszegű programra több mint 1700-an jelentkeztek. A pályázatok fele magánszemélyektől, a másik fele pedig cégektől és taxisoktól érkezett. Másfél nap alatt le kellett zárni a pályázatunkat, olyan nagy volt az érdeklődés. A másik nagy siker pedig az volt, hogy a kereskedők és a gyártók beszálltak a pályázatunkba, hiszen maguk is másfél adott esetben 2 millió forintos árengedménnyel is rásegítettek a pályázatra. Az eredeti 8 helyett 15 típus van már a kedvezménnyel, nagy kedvezménnyel támogatott 11 millió forint alatti kategóriában. Klímaváltozással szemben cselekvéssel lehet a leghatékonyabban fellépni. A kormány szóvivő azt mondta, a magyar állam mindent megtesz a zöldebb és élhetőbb környezetért, de ezeket a törekvéseket úgy kell végrehajtani, hogy ez ne jelentsen plusz költséget az embereknek. Fontos cél az elektromobilitás növelése mellett még például az illegális szemetelés felszámolása, a folyóknak a megtisztítása, vagy például az a döntés, amiről múlt héten döntött a parlament, ami nagyon nagy arányban tiltja a közeljövőtől az egyszer használatos műanyagoknak a felhasználását. Az elektromos gépjárművásárlás támogató program nyerteseit július 13-áig értesítik, többségük akár 2,5 millió forintot is kaphat. Az esetleges keretösszeg növelésről és a további pályázatokról az eddig beérkezett adatok kiértékelése után dönthetnek majd.